Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, ismét eltelt egy hét, ez itt a heti LEGO hírek. A mai adásban szó lesz egy vadonatúj Disney-s készletről, van itt egy LEGO ártos, mindjárt látjátok milyen készlet, van egy Super Mario-s készletünk is, és ismét van rengeteg 10 000-es ötletünk, nézzük is meg őket. Egy francia oldalnak köszönhetően meg tudjuk nézni még idő előtt a következő LEGO Disney-s készletet, ami ismét a 100. évfordulóval foglalkozik, szeptember 1-én fog megjelenni, és 100 euróba kerül. Ez a készlet nem más, mint a 43230-as, 811 darabos, kamera, Disney kamera készlet, ami egész részletesen van kidolgozva. Természetesen, mivel egy 18 pluszos készletről van szó, ezért egy kiállítási darabot kapunk, egy ilyen klasszikus régi kamerát tudunk ebből összeépíteni, amelynek a tetején van egy 100-as logó, de egyébként ezt el tudjuk távolítani róla, úgyhogy ha nektek nem tetszik azzal, akkor azt le lehet venni. Van egy speckó filmszalag is, ami halvány győzőm sincs, hogy milyen anyagból fog elkészülni, erre kifejezetten kíváncsi vagyok. De a minifigurákat nézzétek meg, ha van olyan kép, közeli kép, mutasd közeli. Itt van egy közeli képen. Látható, hogy ebben a készletben tele vagyunk egyedi készítési minifigurával. Walt Disney minifigura verzióját először fogjuk megkapni. Kapunk egy Dumbo minifigurát, amit először látunk ebben a formában, és van egy Bambi minifiguránk is, ami először látható LEGO keretek között, és ezen kívül még van egy Mickey és egy minifiguránk is. Picipen eltérnek a régebbi verzióktól, hiszen már kétszer is volt ilyen fekete-fehér verziójuk, de mintha ebben is lenne némi update. De nézzétek meg a kamera belsejét, bele tudjuk tenni Walt Disney-t a kamerába, és mintha ő Freeman-ként rajzolná meg azt, hogy mi is történik, vagy mi folyik ki ebből a kamerából, és mintha valami kis nagyító is lenne itt a kamera lencséjében. Ezt így a képekről nem tudtam eldönteni, de elég ígéretesnek tűnik, én nagyon kíváncsi vagyok rá. Mivel egy 18 pluszos készlet, nagy valószínűséggel rá fogok utazni. A következő készletünk egy LEGO ártos készlet, amit már a hivatalos LEGO oldalán is megtalálunk. Ez augusztus 1-én fog megjelenni, 20 000 forintba fog kerülni, és hát mint ezt a művészeti irányzatot, a LEGO készletet sem értem. Én elég egyszerű gyerek vagyok, nekem ez annyira nem jön be, ez egy 31210-es, 805 darabos készlet. Négyféle verzióban tudjuk egyébként ezt a képet összeépíteni, várjátok, ránagyítok nektek, hogy ti is lássátok. Itt az oldalán mutatja, hogy hát milyen verzióban lehet összeépíteni, de én ez hülye vagyok. Oké, hát szóval ezt is össze tudjuk építeni, akinek ez a vágya, akkor itt láthatja augusztus 1-ével, meg tudja vásárolni 20 000 forintért ezt a szettet. Következő készletünk egy LEGO Super Mario-s készlet, amit már elő is tudtok rendelni, ha nem bírtok magatokkal, akkor augusztus 1-ével fog megérkezni ez a mostani előrendelésetek, Larry és Morton léghajói kiegészítő szett, természetesen ez is egy kiegészítő szett, ahogy a nevében is van, a Super Mario-s hát csapathoz, Super Mario-s videójáték kiegészítőkhöz tudjuk ezt is belepakolni, 37 000 forintba fog kerülni ez a készlet, és igazából két hajót tudunk belőle összeépíteni, ami a Super Mario-ra jellemző, egy kisebb és egy nagyobb verzióban tudjuk összeépíteni, és egyébként 1062 darabos készlet, és itt is figyeljetek oda, Mario-t nem rakják bele, az a starter pakban van benne. Itt látjátok a kis figurákat is, de még mindig nem minifigurákat kapunk, hanem egy ilyen épített verziót. Aki szereti a Mario-s témát, azoknak hamarosan érkezik egy újabb darab. A LEGO Ideas oldalon összesen 5 darab ötletünk van, 10 000-es szavazatként. Először is itt van a Lion's Blood által feltöltött The Very Hungry Caterpillar. Ez a nagyon éhes kukic. Van egy kukicunk, ami egy régi, hát nagyon híres könyv, ugye gyerekeknek szóló könyv alapján készült el, igazából ez lenne ez az ötlet. Következő a Kerbal Space Program Modular Ship System, SAM 67C által felépítve, egy videójátékos készlet, ebből ezt tudnánk összeépíteni, sőt még a minifigurák is ebből a videójátékból származnak, egy nagyon modulukra szétszedhető űrhajó, igazából a videójáték is nagyon hasonlóról szól, meg kell építeni a saját űrhajótokat, és itt is össze lehetne ezt építeni belőle. A következő készlet számomra egy nagyon kellemes, nagyon kedves, az Airbricks 95 által feltöltött Jumanji Game Board. Lényegében a Jumanji első részét, hiszen többi nem létezik, a Jumanji-nak a
első részét tudnánk összeépíteni, abból a társas játékot, aminek a dobszólója továbbra is a fülemben van. Rendesen horrorfilmként éltem meg én ezt kiskoromban, hogy így eltűnt benne a gyerek, és ez a dobszóló még jellegzetesebbé, még emlékezetesebbé tette. Még itt ez a kis leírás is itt van, nyilván nincs ideírva semmi, már ezt a Lego megoldhatnám matricával, hogy ugyanazt a Lego, azt a kis leírást megkapnánk ezzel a kalandorok, vigyázzatok kis feliratunkat, és még a figurák is egyébként ugyanúgy néznek ki, mint ahogy a filmben is láttuk, és még dobókockákat is tudnánk összeépíteni. Jó lenne, van egy mozdonyos ötletünk, a Loco Builder Bear által feltöltött Flying Scotsman, hát monata, jó hosszú címe van, az a lényeg, hogy egy gőzmozdonyról van szó, és egy nagyon fiatal kis feltöltőnk van, 14 évesen már ilyen alkotásokat tud létrehozni, azért az elég jó, és összesen hány darabos ez a készlet, le van ide ez írva? Igen, 2339 darab alkatrészből áll, egész jó kis ötlet, és van egy Disney-s ötletünk, a Dragon Builder 22 által feltöltött Phineas és Ferb, ismét egy Phineas és Ferb ötlet, előző héten is volt valami évfordulója van ennek, vagy mi? Hogy most mindenki ezt töltögeti fel, de ezt a kis kacsasűrű emlőst tudnánk összeépíteni az alapverziójában, aztán ahogy a titkos ügynök énjét is fölvesi, és egyébként még épített, hát mondjuk elég furán kinéző Phineas és Ferb figurák is vannak itt. A Lego oldal egy kicsit frissült, ismét egy újabb ajándék tűnt fel az oldalon, hogyha 38.000 forint felett vásároltok bármilyen Disney terméket, ami ténylegesen Disney, tehát nem a Marvel, vagy nem a Star Wars, hanem a Disney, Ariel és társai, tudjátok, azok közül vásároltok 38.000 forint felett 1-től 9-ig, vagy ameddig a készlet tart, akkor ezt a 100. évfordulós Peckó kis Mickey Egeres ajándékot fogják ajándékba adni, de ezen kívül a legosszabb Budapestnél is van 2 ajándék is, hogyha 15.000 forint felett vásároltok bármilyen City terméket, akkor egy bögrét adnak ajándékba, és náluk is elérhető ez a 100 éves évfordulós készlet, ugyanúgy Disney terméket kell vásárolni 38.000 forint felett, és akkor ezt ott is odaadják. Nos srácok, hát ennyi lett volna már a heti LEGO hírek, de ne felejtsétek el, tudjátok visszanézni a csatornára, hiszen az elmúlt héten őrület volt, az elmúlt néhány napban, hát már ezen a napon is azt hiszem már ez a második videó, ami kimegy, vagy majd fog ki még menni. Tegnap is 2 videó ment ki, előző nap is 2 videó ment ki. Egyszerűen annyira fölhalmozódott minden itt nálam, hogy folyamatosan muszáj vagyok kiadni, úgyhogy nagy valószínűséggel a jövő héten is. Nem vagyok benne biztos, hogy minden nap fogunk találkozni, de igyekszem egymás után kirakodni a videókat, hiszen rengeteg a készlet, amit itt be kell, hogy nektek mutassak. Az előző egy hónapban egy kicsit megcsúsztam, úgyhogy ha még esetleg nem néztetek vissza az előző bemutatókra, akkor javaslom, tegyétek meg, hiszen rengeteg Star Wars-os készlet volt, rengeteg vadi új újdonság is volt a csatornán, új készletek, amik még ebben a pillanatban nem is érhetőek el, úgyhogy tudjátok, link a sarokban, ezeket meg tudjátok ott nézni. Én pedig meg szeretném köszönni még egyszer a mai figyelmeteket, ha tetszett, lájkoljátok, ha még nem vagytok feliratkozva, tudjátok, hogy mi a teendő, mi pedig találkozunk a következő epizódban, ami holnap lesz, és ismét azt hiszem 2 videó is fog jönni. Na, szevasztok!